Június 28-án szavazta meg a közgyűlés azt az önkormányzati határozatot, amely lehetővé teszi a vendéglátóhelyek teraszainak 2 órával tovább tartó nyitvatartását. A rendelet szerint önkormányzati rendezvény vagy nemzetközi sportesemény idején legkésőbb 24 óráig tarthatnak nyitva a belvárosi teraszok. Szerdán a labdarúgó Európa-bajnokság után ismét megtelhetnek a főutcai teraszok. Bár az olimpia hivatalos megnyitója 26-a péntek, 24-én már elkezdődnek a labdarúgó, illetve rögbi mérkőzések. Az idei ötkarikás játékok megnyitójának különlegesség egyébként az, hogy az eddigiekkel ellentétben idén nem egy stadionban fognak végigvonulni a sportolók, hanem a Szajnának 6 kilométeres szakaszán. A sportolókat hajóval fogják végigvinni a folyón, a szervezők mintegy 600 ezer embert várnak a Szajna partjára. A vendéglátóhelyek is készülnek már a nyár egyik legnagyobb sporteseményére. A legtöbb belvárosi teraszon lesz lehetőség kivetítőn, tévén nézni a párizsi olimpiát. Ez alól a Borpatika sem lesz kivétel. Szalai Attila nagyon örül a rendelet módosításának, hiszen a széles sportpalettának köszönhetően sokkal nagyobb fogyasztói réteget tudnak megszólítani. Nekünk, mint vendéglátóhelységnek elég széles a vendégkörünk, tehát igyekszünk kiszolgálni mindenféle sportszerető, sportrajongó nációt. Örülünk annak, hogy kedvezmények vannak az önkormányzati részéről, helyi rendeleteket mindig támogatjuk, hogyha nekünk kedvezők, ugye, mert hát a vendéglátás arról szól, hogy a vendég alapvető igényeit kielégítsük. A tévé az természetesen nyitvatartási időben folyamatosan kint van a teraszon. A 2024-es párizsi olimpiának székesfehérvári vonatkozása is van, ugyanis a Magyar Atlétikai Szövetség által kihirdetett 20 fős utazókeretben Tóth Norbert, a Honvéd Szondi SE atlétája is szerepelt. Bár a keretben egyenlőre tartalékként van számon tartva, de így is nagy eredményként éli meg, hogy ott lehet Párizsban a sportoló. Nagyon nehéz volt, rengeteg akadály és hátráltató tényező volt, de szerencsére ott vagyunk, keményen dolgoztunk érte az edzőmmel, ketten, közösen, és nagyon boldogok vagyunk, hogy Fehérvárról lesz, aki képviselje Magyarországot az olimpián. Tóth Norbert hozzátette, célja, hogy a jövőben olyan szintre érjen el, hogy tartalékból élversenyző lehessen. A 33. nyári ötkarikás játékok augusztus 11-ig fog tartani, és mintegy 180 magyar sportoló fog részt venni 21 sportágban. 2024-ben is érdemes lesz szurkolni a magyaroknak.